Híradónkban korábban már beszámoltunk arról, hogy Medina elfogadta az új lokátort, amit korábban a Zengőhegyre, majd a Pécs melletti Tubesre akartak építeni. Medina ezzel a lépéssel óriási lehetőséget is kapott, hiszen a Honvédelmi Minisztérium 4 évre 100 millió forintot biztosít a számukra, amit településfejlesztésre fordíthatnak a helyiek. Legutóbb azonban újabb probléma ütötte fel a fejét a településen. A gazdák egy része attól tartott, hogy a tervezett lokátor körüli szántókra nem kapják majd meg az eddig elnyerhető uniós támogatást, mert szerintük a lokátor környékén megtermelt növények tilalmi listára kerülhetnek, így pedig eladhatatlanná válnak. A tulajdonosok ez esetben hektáronként 60 ezer forintnyi támogatástól esnének el. Ez pedig milliós veszteséget jelentett volna, tekintve, hogy Medinán is környékén összesen 2200 hektár földterület van. Eltérte olyan hír, hogy nem fizetnek el állami támogatást, de csütörtök délben megkaptuk a hivatalos választ, hogy a technikai átállásra volt szükség, és ez megoldódott, úgyhogy minden marad ugyanúgy. Vén Attila polgármester hozzátette, a gazdák körülbelül 10%-a aggódott az uniós pénzek miatt, most azonban már ők is megnyugodhatnak. Terület alapú támogatás lesz, csupán egy papírral többet kell kitölteni az igénylés során. Az üggyel kapcsolatosan a Tolna megyei kormányhivatal még április 27-én adott ki egy sajtóközleményt, melyben Tóth Ferenc kormány megbízott közli, hogy a Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatójának soron kívüli intézkedését kérte annak érdekében, hogy a terület alapú támogatás igénylése május 15-i határidőre rendben megtörténjen, így mindenki megkaphatja a támogatást.